Országszerte kezdetét vette az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, és Petőfi születésének 175. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat. Szálkán az általános iskolában Tövisháti András szobrászművész Petőfit ábrázoló domborművét avatták fel egy kedves kis műsor keretében. A helyiek számára a 90-es évek a létért való küzdelem jegyében telnek. 1848 üzen a mának, szól a közhely, de mint tudjuk, a közhelyek általában igazak. Az 580 lelkes kisközség Szálka számára folyamatos és megalkuvás nélküli küzdelmet üzen. Hisz a ma Magyarországában a kistelepülések és ezek intézményei is a puszta létért küzdenek. Sajátos szabadságharc ez. Állítottak 1948-ban egy márványtáblát, ahol Kossuth, Petőfi és Táncsics neve van fölvésve, és erről a három nemzeti nagyunkról van elnevezve a falu három utcája, Kossuth, Petőfi és Táncsics utca. Azóta is a település minden március 15-éjét becsülettel megünnepelte. A 40 tanulót és 28 óvodást foglalkoztató kisiskola már létében is a küzdelem szimbóluma. Tövisháti András helybéli művészként ajánlotta fel alkotását, hisz mindenkinek a saját lehetőségét kell elsősorban megragadnia ahhoz, hogy valamit hozzátegyen a közügyéhez, de azt egyszer s mint kötelessége is. Úgy gondolom, mindannyiunknak az a feladata, hogy az ifjúság irányítását kezünkbe vegyük, és én, mint szobrász, ezt a területet tartom fontosnak, és ezért is készítettem ezt a domborművet. Ma egy ilyen kistelepülés kisiskolájának igazgatójaként kell a 48-as lelkület? Kell, mert azt hiszem, hogy a gyújtó hatása, most azzal együtt, ami a történelembe a 48-al, amit a politika tetvett, ezen kívül is én azt gondolom, hogy ha jól tanítjuk, jól neveljük a gyerekeinket, azért 48-nak megvan egy sajátos üzenete, aminek rengeteg haszna van, ha a gyerekekbe valamilyen szinten be tudjuk építeni. És úgy gondolom, hogy ez ezt fogja segíteni. Hogy a gyermekek mennyit értenek meg a forradalom üzenetéből, nem tudni, de arcukon látszik, érzik, róluk is szól ez a történelem.